Grosics Gyula júniusi halála óta 11-re csökkent a nemzet sportolóinak száma. A napokban felvetődött, hogy a korábbi köztársasági elnök, a Magyar Olimpiai Bizottság volt vezetője, Schmidt Pál is kerüljön be a tucatnyi legenda közé. Hogy ő lehet a nemzet sportolója? Hát nem hallottam róla. Örülök neki. Ez ilyen jó hír? Jó. Meg vagyok döbbenve. Távol áll tőlem, hogy ezt be véleményt mondja. Itt máma mindent lehet, úgyhogy... Miért? Miért ne lehetne? Végre olimpiai bajnok volt, nem? Megérdemli? Meg, szerintem meg. Azért, hát azért, mert ő már bizonyított. De hát azért vétett egy jó nagyot, mint köztársasági elnök, nem? Nem így kellett volna neki viselkedni. Miért ne lehetne? Miért? Hát ő is sportolt valamikor, nem? Végül is olimpikon volt, ez ellen nem lehet kifogást emelni, de amilyen szerepet vállalt, és ahogyan végigcsinálta ezt a doktori tortúrát, az szégyen. De próbáljuk elválasztani, mégiscsak kétszeres olimpiai bajnok, úgyhogy azt mondom, hogy megérdemli. Ha mindig egy sportember volt, hát hogyha őt akarják valahova, biztos a helyt áll. Ő belőle köztársasági elnököt nem lett volna szabad csinálni, hanem nemzetsportolóját. Azt nem tudom, hogy kik ezen kívül a jelöltek még rajta kívül. Varga János, Hegedűs Csaba, Fenyvesi Csaba, Magyar Zoltán, Gedő György. Hát majd eldöntik az illetékesek.